Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben még megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az ökölvívás helyzetéről is beszélt leveleken a világbajnok Erdei Zsolt. Két olimpiai bajnok vendége volt a Példaképek közelről rendezvénynek. Különleges futballmérkőzést rendeztek az elmúlt héten Nagydoboson. Hatodik alkalommal rendezték meg Nyírbátorban a Centrum futsal döntőjét. Nem csak az ökölhívás népszerűsítette leveleken Erdély Zsolt, a világbajnokot, a sportág és a nyíregyházi Kovács Rihárd olimpiai esélyéről is kérdeztük. Pillanatnyilag ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség egymással hadilábon van, hiszen ismételten elvette a Nemzetközi Olimpiai Szövetség elvette a rendezési jogát az olimpiának az Ökölvívó Szövetségtől, úgyhogy vannak, valószínűleg ennek vannak anyagi okai is, financiális, valamint politikai okai. Tehát, hogy amíg ezeket nem rendezik, én most azért nem akarok ebbe belemenni, mert vannak feltételezéseim, de a feltételezések ugye nem feltétlenül fedik a valóságot, úgyhogy ezért nem is megyek ebbe bele ezeknek a taglalásába. Viszont azt látom, hogy egyelőre rossz irányba halad ez az egész, mind a nemzetközi ökölvívás, mind pedig a hazai ökölvívás. Az embernek tudnia kell, hogy melyik oldalra álljon az adott pillanatban, úgyhogy most nem, és az a baj, hogy nem mindig tudja az ember, hogy melyik a jó oldal, hogy későbbiekben mi vezet majd eredményre. Az olimpia már ugye többször veszélybe került a sportág szempontjából, ezt már többször hangoztatták. Ugye már a múlt olimpián is a Nemzetközi Olimpiai Szövetség szervezésében alakult. Most is így lesz, és aztán nem tudom, hogy mi lesz Los Angelesben, hiszen már azt is fontolóra vették, hogy majd leveszik a sportágak közül egy olyan sportot, ugye, ami a legősibb idők óta ott van. Úgyhogy bízom benne, hogy ez elkerülendő lesz, tehát hogy nem fog erre sor kerülni. Azt remélem, hogy szépen lassan most már az ökölvívás elindul fölfelé, hiszen most olyan mély ponton van, hogy innentől csak fölfelé vezethet az út. Szűkítsük egy picit a kört, neked is van egy egyesületed, a Madárfészek, milyen körülmények között milyen sikerességgel tudtok dolgozni? Az utánpótlásban nagyon megcsappantunk, nagyon fel kéne turbozni. Az elmúlt években rengeteg munkát öltünk bele azokba a versenyzőkbe, akik végül aztán szépen lassan most már kezdik abba hagyni. Akik még ott vannak, azok ott vannak a hazai ökölvívás elitjében, de azt látom, hogy náluk is túlságosan nagy a lemorzsolódás, mert nem tudunk nekik anyagi hátteret biztosítani. Aki eljut egy 18 éves korig, és ott betölti a 18. életévét, és a családja nem tudja tovább finanszírozni, annak el kell menni dolgozni. Aki elmegy dolgozni, annak kevesebb ideje jut edzésre, ha egyáltalán jut edzésre ideje. Tehát nyilvánvaló elvárás lenne az, hogyha valaki profi módon, illetve hát idézőjelesen profi módon, tehát hogyha hivatásszerűen űzni ezt a sportot, akkor tudjunk számukra valamilyen megélhetést biztosítani. Mivel nem tudunk számukra biztosítani, ezért ők felhagynak a sportággal, és felhagynak azzal a reménnyel is, hogy olimpiai bajnokaink legyenek. Úgyhogy nálunk is ez a probléma, hogy mi sem tudunk ugye pénzt adni a srácoknak, amikor eljutnak felnőtt korosztályba, akkor tulajdonképpen még mindig a szüleikből élnek, vagy ilyen-olyan támogatásokból. Mondjuk a Magyar Ökölvívó Szövetség is támogat egy-egy sportolót, de azok a sportolók, akiket támogat, azok már nyilván valamilyen eredményt értek el. De kérdem én, hogy érjünk el eredményeket, ha nincsen támogatásunk? Tehát, hogy nyilván vannak azért olyan sportolók is, akikbe bizalom van fektetve, és most mondjuk még nem teljesítenek, de rengeteg olyan van, akik reményteljes öklözők, és vagy lehetnének reménybeli bajnokok, de mivel nincsen támogatásuk, ezért elvesznek. Nálunk is most többnyire a felnőttek azok, akik még
ott vannak, utánpótlásban nagyon csehül állunk, úgyhogy azt abszolút mértékben megpróbáljuk most felturbozni hasonló módon, mint ahogy itt is, hogy eljárunk iskolákba és megpróbáljuk bevonzani a gyerekeket, illetve vannak olyan gyerekek, ilyen 8-10-12 éves gyerekek, akik most bontogatják a szárnyaikat, most próbálták ki ezt a sportágat, de még nem határozták el, hogy ők valaha is versenyzők szeretnének lenni. Tehát, hogy ilyen szempontból is, hogy lejönnek ugyan boxolni a gyerekek, de aztán úgy hamar lemorzsolódnak, vagy ők nem akarnak versenyezni, esetleg félnek ettől, és hát a virtuális világ az rettenetesen beszippantja a gyerekeket, és ezt nem csak az ökövívó sportágra illik rámondani. Van egy nyíregyházi Gunyós Kovács Riád, aki tavaly bronzéves volt az Európa-bajnokságon, megcélozta Párizs, milyen esélyt látsz arra, hogy ott lesz Franciaországban, és szerinted hány magyar bunyós juthat ki? Ricsi az egyik legrutinosabb versenyző Magyarországon, azt gondolom. Ő azért meghatározó alakja már, azt hiszem 5 magyar bajnokságot, felnőtt magyar bajnokságot is nyert. Volt nemzetközi sikere is, ugye Európa-bajnokságon volt bronzérmes, és egy rutinos fiúról van szó, akinek azért van lehetősége, azt gondolom, illetve hát lehetősége mindenkinek van, csak ő szerintem meg is tudhatja ragadni ezt a lehetőséget, és reményeink szerint kijutnak majd az olimpiára többen is. De ha nagyon reális akarok maradni, és nagyon tiszta fejjel akarom nézni, akkor hihetetlen nagy szerencsének kell ahhoz történnie, hogy akár csak egy öklözőnk is ott tudjon lenni a következő olimpián. Két olimpiai bajnok vendége volt a Példaképek közelgő tavaszi rendezvényének. A párbajtőrvívó Nagy Tíma és a kenus Vaskút István élménybeszámolóját hallgatták meg a nyíregyházi Kossuth diákjai. Én már egy életutat bejártam, és ebből azért le lehet vonni tényleg következtetéseket, hogy honnan indultam, hová jutottam, közben mi minden történt. És én azt hiszem, hogy az itteni fiatalok is hát nyilván pályaválasztás előtt állnak hamarosan, vagy egy remélhetőleg egy szép életút előtt, és hát ha meghallgatnak egy ilyen beszámolót, akkor azért sok mindent tanulhatnak belőle, hogy hát el lehet érni nagy célokat, sok munka van benne, sok öröm is, tehát érdemes vállalni olyan feladatokat, amiben hiszünk, és hogyha végigjárjuk ezt az utat, akkor ez sikerülni fog. Ugye itt a régióban inkább múltja vannak a Jakenunak, mint jelene, bár szintén olimpiai bajnok Kökény Roland innen indult el valamikor. Nem is a kajakkenut mondanám, hanem mivel lehet ma bevinni a gyerekeket akár egy edzőterembe, vagy akár egy vízitelepre is? Én azt tartom fontosnak, hogy időben meg kell szeretetni a mozgást a gyerekekkel. Ráadásul az is jó, hogyha minél több dolgot kipróbálnak, és akkor lehet, hogy megtalálja azt, ami az ő szívéhez közel áll, vagy amiben ő tényleg ügyes, és akkor szívesen csinálja, vagy ahol jó társaságra akad. Tehát ha manapság nem kezdik el időben a gyerekek, akkor nagyon gyorsan beleragadnak ebbe a online világba. Másik az, hogy amit ma már tudunk, hogy már nem a dohányzás vagy az alkoholizmus a legnagyobb veszély az egészségre, hanem a mozgásszegény életmód. Tehát ezelőtt mondjuk egy 50-60 évvel, amikor ugye még mindezek a technikai lehetőségek nem voltak, televízió, számítógép, egyebek, tehát akkor azért a gyerekek azért vagy a játszótéren, vagy a szabadra töltötték az idejüket sok mozgással. Ma már itt van ez a mindennapos testnevelés, de ez sem tudja pótolni azt, hogy amit mi még természetesen kaptunk. Tehát szerintem nagyon fölértékelődik a sportnak a szerepe, hogy ha időben elkezdi, és lesz egy mozgáskultúrája, lesz egy társasága hozzá, akkor ez végig tudja kísérni az egész életét. A kajakkenu az egyik magyar sikeres sportág, jövőre Párizsban olimpia, mire lehet számítani? Azért ezt tegyük hozzá, egy pici generációváltás van a sportágban. Természetesen nálunk az aranyérmek száma az a legfontosabb, már amellett, hogy minél többen űzzék ezt a sportágat. Hát olimpiáról beszélünk, tulajdonképp azt a sikertelenségi sorozatot, azt mi szakítottuk meg 1980-ban Moszkvában, ugye az előző két olimpián nem nyertek érmet, vagy aranyérmet. Onnantól kezdve nem volt olyan olimpia, hogy aranyérem nélkül tért volna haza a csapat. Ez szerintem Párizsban is ez a cél, és szerintem lesz aranyérem. Vaskút István több minőségben szolgálta a kajakkenut, a sportot. Most milyen kötődése van a sportághoz és egyáltalán az egyetem és magyar sporthoz? Egyrésztről
napi szinten edzőként dolgozom, tehát fiatalokkal foglalkozom, ugye nyugdíjas vagyok, tehát ez már egy ilyen hobbi levezetés más részről egy küldetés, mert szeretném, hogy a fiataloknak továbbadni ezt a részben tudást, részben ezt a tapasztalatot. Másrészről, hát nemrég került kiadásra egy könyv, aminek a szerkesztését csináltam. Most mutatták be azt a filmet, a Kenu technikáról, ez egy majdnem másfél órás film, aminek a forgatókönyvét írtam. Másrészről, hát az egész forgatásban is részt vettem, tehát nem unatkozom, elég sok mindennel foglalkozom. Egy kétszeres olimpiai bajnokra minden bizonnyal mindenütt kíváncsiak a fiatalok, sok ilyen megkeresés érkezik. Igen, szerencsére azt kell mondanunk, hogy egyre népszerűbbek ezek a meghívás, vagy ezek a mi előadásaink, úgyhogy mi meg örömmel megyünk, hogyha tudunk. Mindenki csak biztatni tudok arra, hogy keressenek meg minket. Mivel próbálják megfogni a gyerekeket, miről szólnak ezek a találkozások? Alapvetően én itt nem csak a sportot emelném ki, hanem a célt. Tehát azt, hogy minden gyerek találja meg azt a célt, amiért föl kell minden nap, amiről álmodik, amit szeretne elérni, mert hogy ez a lényege az életnek, mert cél nélkül nem lehet leélni egy életet. Mi a tapasztalat egyébként mégis maradva a sportnál, mennyire érdekli a mai gyerekeket a sport? 20-30-40 évvel ezelőtt nem volt kérdéses, hogyha látott valaki egy labdát, elkezdett futballozni, hát emlékezhetünk, a dühöngők tele voltak a lakótelepeken, ma nem igazán ez a jellemző. Igen, sajnos ezt mi is érzékeljük, hogy csökken, de nem baj, mert a kihívás az azért van, hogy megoldjuk, úgyhogy a szülőket is muszáj motiválni arra, hogy ők magunk példát mutassanak a gyerekeknek, illetve a gyerekeknek meg kell mutatni a lehetőséget, hogy van ez a bizonyos sport, ami nagyon-nagyon sokat tud adni egy embernek. Nem csak abban a pillanatban, amikor éppen megnő az izomzata, hanem az az út, az a kudarc, a győzelem feldolgozása, az évek múltán is, vagy amikor az ember 50 éves, ez még akkor is egy olyan boldogságot fog adni neki, amit más nem fog tudni. Ha egy gyerek elkezd sportolni, legfeljebb a szülőben fogalmazódik meg először, hogy jó lenne, ha mondjuk olimpiai bajnok vagy világbajnok lenne a gyerekből, mégis mi kell ahhoz, hogy valaki eljusson arra, hogy ott álljon egy olimpiai dobogó tetején? Én bízom benne, hogy inkább a gyerekben fogalmazódik meg, hogy olimpiai bajnok szeretne lenni, mert nem a szülőnek kell megálmodnia ezt, illetve nem a szülőnek kell meghalni a páston, a tataminon, vagy éppen a kajakkenuba, hogy mi kell, alázat, elköteleződés, szorgalom, kitartás, ezek mind-mind kellenek, de alapvetően én mindig azt mondom, nem az olimpiai bajnoki cím a legnagyobb ajándéka annak a 20-30 évnek, amit én végigcsináltam, hanem az, hogy végigcsináltam, föl tudok kelni, jelen pillanatban is a élet legnehezebb helyzeteiben is. Tudok apró dolgoknak örülni, és nincs olyan, hogy lehetetlen. A sportágak között is nagy a harc a gyerekekért. Mit tanácsolna? Megint csak a szülőt mondom, mert általában a szülő választ sportágat, hogy miért a vívóterembe vigyenek le egy gyereket. Alapvetően nem tudnám megmondani, mert hogy én is csak azért lettem vívó, mert szerelmes voltam egy vívó fiúba, és utána mentem le. Minden sportágnak megvan a szépsége. A vívást én azért nagyon szeretem, mert ott nem csak a fizikum az, ami fontos, hanem ott az észjáték is. Ott nincsen unalmas vívóegyzés, ott minden egyzés más és más. Viszont egy úszásban például nagyon jó saját magamat legyőzni. Mondom, minden sportágnak megvan a szépsége. Dönteni kell, hogy ki mit szeretne. Az ilyen találkozókon kívül mivel foglalkozik jelenleg nagy tíme? Én két uszodának vagyok a létesítmény vezetője, a Duna Arena, illetve a Hajós Alfréd uszoda, de emellett ugye a Halhatatlan Magyar Sportlóknak vagyok az elnöke, elnökségi tag vagyok a vívásban, ugye 3 gyerkőcöt nevelek. Azt hiszem, hogy ennyi elég volt egy napra. 3 olimpiai bajnoki cím, közel 20 világbajnoki cím, 2 tulajdonosa, a mai 2 vendége a Példaképek közelő rendezvénysorozatnak. Miért rájuk esett a választás, miért pont ők kerültek ide a Kossuthba? Az Aqua Sport Egyesület a Példaképek közelről programját 2017. szeptember végén kezdte, több mint 5 éve. Visszaemlékezve az első példaképünk az Benedek Tibor volt, akivel a rendezvény indult, és azóta minden évben 3-4 alkalommal szervezzük. Nyitottunk már a tavalyi évben arra, hogy ne csak a vizes sportág képviselői képviseltessék Példaképek közelről rendezvényen magukat, mint úszás vagy vízilabda, hanem más sportágokból is hozzunk olyan nagy bajnokokat, akik méltóképpen büszkén képviselik a sportágukat, és emellett a társadalomban olyan példát tudnak mutatni, ami bizakodóan
okot ad arra nekünk is, hogy a gyerekek vagy a résztvevők, akik itt mint hallgatóság majd megjelennek perceken belül, tudnak belőle meríteni pozitívan. Mi a tapasztalat egyébként, milyen hatással vannak a gyerekekre ezek a találkozók? Első körben egy kicsit olyan feszélyezettek, amikor elkezdik így hallgatni az előadásokat, utána feloldódnak, egy kicsit átértékelik már menet közben azt, amit hallanak, és úgy gondoljuk, hogy csak pozitív hatással van rájuk, egy olyan irányt tud mutatni, hogy akár az időbeosztásukat, akár a kitartásukat, vagy a céljaikat tudják maguk előtt kitűzni, akkor már mi elértük a célunkat. Különleges futballmeccset játszottak Nagydomoson a mérkőzésen, a Kárpát-medencei református lelkészek válogatottja és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterek válogatottja mért össze tudását. Azért Kárpát-medencei, mert ugye a külhoni magyar református lelkipásztorok is meg vannak szólítva, és a csapatnak hát szinte a fele külhoni református lelkipásztorokból áll. Most is van Néváról, Brassó mellől, Székelyföldről, akik érkeztek erre az alkalomra, illetve Délvidékről, Felvidékről, egyedül Kárpát aljáról, de onnan is érkezett egy lelkipásztor testvérünk, mert ők nem hagyhatják el most a területet, tehát a válogatottnak azon tagjai nincsenek, és éppen ez a mottója a mai alkalomnak, hogy harc itt a nagydobosi focipályán a békéért, és Árpátalja magyarságáért zajlik most ez a csata és ez a harc. A nagydobosi nagytiszteletű Kós Lóránt, ő tagja ennek az egyesületnek, és az ő részéről jött egy olyan felkérés, hogy ők ugye játszottak egy mérkőzést a parlamenti válogatottal, és hogy Nagydoboson is rendezünk valamilyen összejövetelt, és végül is mi már Lipők Sándor barátommal nagyon régóta gondolkodunk azon, hogy a vármegyei polgármestereket összeszedni egy csapatba, hiszen nagyon sok olyan polgármester van itt, aki a polgármesterség előtt vagy alatt is a településén fotballozott, tehát tett a vármegyei labdarúgásért, és úgy néz ki, hogy első alkalommal ugyan egy picit nehezen, de azért össze tudtunk annyian jönni, hogy egy ilyen mérkőzésen ki tudunk állni, és hát reméljük, hogy egy jó mérkőzést fogunk játszani. Ennek a jótékonysági mérkőzésnek ennek nagyon komoly üzenete van, méghozzá az üzenet az, hogy minél előbb legyen béke, itt a határainkon túl, hiszen itt vagyunk közvetlenül ugye az ukrán határ mellett Nagydoboson, és hát azt hiszem, hogy ezzel a mérkőzéssel az egységet próbáljuk meg, illetve hát azt üzenjük a világnak, hogy valóban a békés egymás mellett élés, illetve az a magyar közösség, aki ott van Kárpátalján, az számunkra nagyon fontos, és hát a mai mérkőzésen, amellett, hogy azért sportolunk is egy jót, és valóban barátok közt vagyunk, azért mindenképpen szeretnénk ezt az üzenetet megerősíteni. A találkozót végül a lelkészek csapata nyerte meg 4-2-re. Foci után futszál, Nyírbátorban 6. alkalommal rendezték meg a Centrum Futszál országos döntőjét. A tornán 12 csapat lépett pályára. Már 2016 őszén elkezdtük a szervezését, ez a 6., a Covid miatt nem lehet a 7., aztán volt egy elmaradt, azt a tavalyi tanévbe bepótoltuk. Eddig amatőr játékosokkal, illetve néhány játékengedélyes játékossal, maximum 3-mal lehetett játszani. Az idei tanévben azt gondoltuk a megszorítások és egyéb okok miatt, hogy kedvezünk egy kicsit a testnevelőknek. Mindenki játszhat, aki az iskola tanulója. Az ország 11 pontjáról jöttek most ide, Győrtől Csengerig, illetve van nekünk egy kárpátaljai válogatottunk, ami a saját intézményünk válogatottja, akik most részt vesznek ezen a tornán. Végül is amatőre akartuk kiírni, tiszta amatőre, de azt nem tudtuk megoldani, mert nem volt kitől tanulnia az amatőröknek. A futszál az egy másik játék, az csak úgy hasonlít a labdarúgáshoz, hogy labdával játsszák ezt is, teljesen más, mint a nagypályás labdarúgás. Beletettük a igazolt játékosokat, könnyítettünk a szabályokon, aztán kezdtünk egy kicsit finomítani rajta, hogy magasodjon a színvonal, engedtünk több játékengedélyes játékost, aztán a Covid, mikor beleszólt a dologba, akkor muszáj volt engednünk, hogy fennmaradjunk, és ezért engedtük azt meg, hogy játékengedélyesek játszanak. Gyakorlatilag az egyesületek felkészített labdarúgói játszanak most magas szinten, ami így a kollégák visszajelzései alapján nagyon jó. Nekünk egy kicsit hiányérzetünk van, mert mi más céllal
hoztuk ezt létre. Mi azért hoztuk létre, hogy az amatőr játékosok minél több infót kapjanak a labdarúgásról és a szakképzési centrumok intézményei baráti kapcsolatot ápoljanak egymással. Ez is megvalósul így is, de úgy gondolom, mikor amatőrökkel próbálsz valamit elérni, annak jobb íze van. Hogyan készülnek a fiatalok, ha már szakképzési centrumuk? Ugye azt mondtad, hogy itt vannak a srácok, akár a Máté Szalkai Szakképzési Centrumból milyen csapatok indultak, és hogyan készülnek? A Máté Szalkai Szakképzési Centrum összes intézménye indult, 5 intézmény, minden évben benevezünk, hiszen eddig is játszottunk valamilyen vagy Betlen kupát, vagy a Gépész kupát, vagy a Kállai kupát, mindig jártunk egymáshoz, aztán ez váltotta le, hogy csinálunk egy körzeti döntőt, azzal kezdődik egy körzeti lebonyolítással, utána annak az első vagy második helyezettje tovább jut egy megyei fordulóra, és annak az első és második helyezettje egy régiós fordulóra, és a régiós fordulónak csak a győztese juthat ide mi hozzánk. Van 8 régiónk, és akkor attól teszik függővé, hogy hányan jutnak ide, hogy a régióban hány csapat nevezett. A srácok, az edzéseket, ugye a pedagógusokkal hogyan oldjátok meg, hogyan készültök? Plusz munkát jelent ez? Hát persze, hogy jelent. Muszáj nekik felkészíteni a csapatot, hiába ezek úgymond profi játékosok, muszáj összekovácsolni őket. Mi úgy szoktuk csinálni, és azt javasoljuk a többieknek is versenykiírásszerűen, hogy csináljanak házi foci bajnokságot. Nézzék meg, hogy kik azok a játékosok, akiket be lehet tenni. Ezt általában október, november, decemberben, de általában decemberben mindig van egy házi foci bajnokság minden iskolába, egy karácsonykupa, és akkor ott kiválogatják a gyerekeket. Azt szoktuk mondani nekik, ha egy héten egyszer legalább összeálltok focizni, vagy gyakorolni, akkor az már megtettetek érte annyit, hogy jó kis csapat lesz, illetve az itten megjelent csapatoknak nagy része a diákolimpiai futsal tornákon is részt vesz, úgyhogy ők kétszeresen fel tudnak készülni. A Csengeri csapat a legjobb 4 között, és olyan mérkőzés volt ez a legutóbb, amit a Vác Boronkai csapatával játszottatok, hogy igazán izgalmas. Hogyan értékeled a srácoknak az eddigi teljesítményét? Hát először is gratulálok nekik, mert tényleg úgy jöttünk ide a tornára, hogy fogadkoztak. Nagyon sok olyan fiam van, akinek ez az utolsó ilyen tornája, úgyhogy szeretnénk minél szebb eredményt elérni. És ugye említetted a mérkőzéset le a kalappal, tehát én is úgy izgultam a kispadon, mint talán gyerekkoromban valamelyik mérkőzés előtt. Úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok nekik, nagyon ügyesek voltak. Mert hogy itt nem felhőtlenül kezdődött ez a mérkőzés, ugye 2-0-ra, mintha szétestek volna a srácok. Hogyan tudják felhozni ilyenkor ezek a srácok az eredményt? Hát talán azt mondom, hogy van a szívük, és olyankor kiteszik a pályára a szívüket. Amúgy is ugye Csengerben nagy szívünk van, ezek a fiúk ráadásul a zöme kárpátaljai, és nagyon szívvel, lélekkel tudnak játszani, és úgy gondolom, hogy most megdobbant az a bizonyos szív ott a pályán, és 2-0-nál hál' Istennek találtunk egy gólt még az első fél időben, onnantól pedig hát egy nagyon jó mérkőzés kerekedett ki, úgyhogy úgy gondolom, hogy a szív diadalával tudtak ők most diadalmaskodni. Ha jól tudom, akkor ti már tavaly részt vettetek ezen a tornán. Hogyan készültük? Mit jelent a srácoknak ez a lehetőség, amikor idejöttök Nyírbátorba, és itt pár napot együtt töltenek többi a korosztálybeli fiúkkal? Igen, itt voltunk már ugye tavaly is. Nagyon szeretjük ezt a nyírbátori tornát. Itt szeretnék gratulálni a rendezőknek is, mert járunk, mi diákolimpiára voltunk nemrégen Pécsen, januárban az országoson, de valahogy ez a nyírbátori torna, ez a szívünk csücske, nagyon szeretnek ide jönni a gyerekek, sportbarátságok kötődnek, például a tavaly nagyon jól összebarátkoztunk a győriekkel, ez az idén is folytatódott, tehát már ők sokszor mondják nekem, hogy tanár úr, jönnek ők is, kijutottak ők, én még nem is tudom a hivatalos eredmény, hogy már ott egymás közt beszélgetik, úgyhogy azt szerintem a torna maximálisan eléri a célját, legalábbis, hogy itt a sportbarátságok, meg a kapcsolatok, edzők, játékosok között kialakulnak. Mondtad, hogy több srácnak az utolsó lehetősége gyakorlatilag, hogy itt játszon. Mennyire, mit jelent ez az utánpótlás tekintetében, hogy a többi csengeri fiatal is kedvet kapjon ehhez? Megvan a megfelelő utánpótlás? Igen, megvan, hál' Istennek.
Ugye beindult most nálunk ez a sportosztály Balcsa István igazgató úrnak köszönhetően, és itt a Lőrinc Zsolt meg a Szilágyi Sándor megteremti azt a hátteret, hogy jönnek a gyerekek hozzánk Kárpátaljáról, ügyes gyerekek, megkapják nálunk azt a megfelelő szakmaiságot, és vannak, igen, tehát most ugye mondtam, hogy utolsó az olyan 3-4 gyerek most itt a 10-ből, a többiek már a jövőt, őket már tanulni hoztam el ide. A csengeriek végül a negyedik helyen zárták a döntőt. A győzelmet a veszprémi Táncsics Mihály Technikum csapata szerezte meg a Pogányos Csibészek Fantázia nevű budapesti együttes előtt. A harmadik helyen a Berettyó Újfalui Arany együttese végzett. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.